2017 végén 12 ipari park rendelkezett tudományos és technológiai park címmel Magyarországon. A kormány a tervek szerint összesen 20 parknak tenné lehetővé a minősítés megszerzését. A tudományos és technológiai park az ipari parknak egy továbbfejlesztett, modern, innovatív változata, a különbség elsősorban a vállalatok kutatásfejlesztésében és a hozzáadott értékben tükröződik. A cím elnyerése érdekében Máté Szaka önkormányzata az ipari park vállalataival együttműködve pályázatot nyújt be. Erről Hanusi Péter, a település polgármestere beszélt 35 perc című műsorunkban. Nagyon-nagyon sok egyeztetés eredménye az, hogy eljutottunk idáig. Ugye a Tudományos Technológiai Ipari Park cím az nem csak egy üres cím, hanem ahogy a KOM-ban is elhangzott, ez egy másik szint, first level. Tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg az ipari parkok krémje, legalábbis hozzáadott érték és kutatásfejlesztés terén. Nyilván ezek a cégek, világhírű cégek, amiket felsoroltam, nem csak terméket gyártani szeretnének Magyarországon, hanem egyre inkább kialakul az a szellemi bázis, az a tudásbázis, ami mentén kutatásfejlesztési pályázatokat szeretnének beadni. Ugyanakkor sokkal könnyebb egy olyan tudományos technológiai ipari park címmel rendelkező pályázatból pályázni, ahol ez az összefogás megvalósult a cégek között. A cégeknek a fejlesztésekhez, a különböző kutatásokhoz megfelelő technológiai háttérre is szükségük van. Ezt a Nyíregyházi Egyetem biztosítja, mellyel Máté Szalka önkormányzata együttműködési megállapodást kötött. De a fejlesztésekhez és a tudományos és technológiai park megszerzéséhez kiemelten fontos az adott ipari park cégeinek az együttműködése is. Ez a Máté Szajkai Park esetében már megvalósult. Ezek a cégek versenytársa egymásra, viszont hál' Istennek az elmúlt 2-3 évben sikerült olyan kapcsolatot kialakítani ezeknek a cégnek a felső menedzsmentjével, minden túlzás nélkül szinte napi kapcsolatban vagyunk velük, és ez ezért apró probléma gyors megoldását teszi lehetővé, hogy megtalálták azokat a közös kapcsolódási pontokat, ahol tudnak együtt dolgozni. Hát nyilván nem terméket fognak együtt gyártani, mert hát az mindenkinek a saját kis piaci portfóliója, de például környezetvédelem. Például a lencsegyártásban felhasznált anyagok, segédanyagok, vagy éppen a hulladék kezelés, a munkaerő problémák, a HR problémák, ez mind-mind egy közös kapcsolódási pont, amelyekre kutatásfejlesztési modelleket lehet alapozni. A Máté Szalkai Ipari Parkban jelenleg 40 vállalat működik, többek között 4 vezető optikai cég, amelyek világpiaci igényeket szolgálnak ki. De itt található a Friesland Campina Hungária ZRT, a pöttyös túróródi gyártója is. A Tudományos és Technológiai Park minősítés elnyeréséhez a Máté Szalkai önkormányzat a közeljövőben nyújtja be pályázatát, amelyet még márciusban elbírálnak. A cím a vállalatok versenyképességét is javíthatja, és a településen új munkahelyeket teremthet.